Kétszeres világ és Európa bajnok birkózónk Bácsi Péter, illetve edzője, az FTC szakosztályának vezetője és a kötött fogású válogatott szövetségi kapitánya, Siki András különleges ajándékkal köszönte meg Kubatov Gábor elnöknek és Nyíri Zoltán ügyvezető alelnöknek a támogatást, amelyet a Ferencvárosi Tornaklub biztosított klasszisunknak az októberi aranyéremmel végződő hazai világbajnokság során. Itthon szerezte és fradistaként szerezte meg. Ugye egy nagy fordítás volt, tehát úgy, ahogy a fraditól azt elvárjuk, vagy a fradista sportolóktól elvárjuk, hogy a leglehetetlenebb helyzetből is kihúzzák magukat, úgy tette a Péter is, hogy egy hatalmasat fordítva nyerte meg a világbajnokságot. Arra kapunk egy példát, hogy példaképeket nevelünk. Mert az aranyérem önmagában csak egy egyéni nagy teljesítmény, de utána annak van egy csomó következménye. És talán ez a legfontosabb, majd amikor a sportolóink megöregednek, és aztán visszatekintenek erre az időszakra, akkor úgy fognak mindenre gondolni, hogy hány ember, hány fiatal sportoló kezdett el miattuk sportolni, hány embernek voltak a példaképei, hány embert tettek ezzel a nagy sikerrel jobb emberré. És így aztán, ha én hozzátehettem ez egy kicsit így elnökként, vagy mondjuk a Fradi első szolgájaként bármit is, akkor ez egy nagy öröm ebben osztozni. A legnagyobb úgymond ajándékunk ugye a világbajnoki aranyérmnek a másolata, a névre szóló kis plaketta. Azt gondoltuk, hogy mindenképp szeretnénk megköszönni az elmúlt évek támogatását, és tényleg most ez egy olyan apropó volt, ami alapján azt gondolom, hogy tényleg egy méltó ajándékot tudtunk adni, illetve a világbajnokságra készült egy kifejezetten limitált számú 50 forintos, aminek egyébként apróságként megjegyezem, hogy a hátulján az én dobásom látható, nem az éremnek, hanem a díszcsomagolásnak a hátulján, illetve megjelent egy ilyen különleges kiadvány, az Így főznek a birkozó kiadványa, amiben a sikebondnak, meg az én de kedvenceim is megtalálható benne, illetve receptek. Most már azért viszonylag ritkán gondolok vissza, hiszen azért jönnek a mindennapok teendői. Ez volt egyébként gyakorlatilag már egyből egy héttel a világbajnokság után, most meg aztán még inkább visszarázódunk most már kemény munkába, hiszen most már azért edzőként is részt veszek a felkészülésben, és az idei év egy nagyon kemény év lesz, hiszen kvalifikációs világbajnokságra készülünk, úgyhogy ennek tükrében próbálunk hozzáállni a munkához, és tényleg nagyon sok teendőnk van. Egyrészt a birkózás terén, másrészt ugye nyilván otthon azért a családom is ad elég elfoglaltságot, úgyhogy nem unatkozom.